Az időskorúak vannak most talán a legnehezebb helyzetben, azért, mert ők a legveszélyeztetett korosztály, mind azért, mert hogy a legkevésbé elérhető számukra például a közösségi média, ahol segítségért fordulhatnak. Ezért én azt tanácsolnám mind a hozzátartozóknak, illetve nekik is, hogy nyugodtan, bátran kérjenek és fogadjanak el segítséget. Biztos vagyok benne, hogy akár a szomszéd, akár a hozzátartozók között van olyan, aki tudna nekik segítséget nyújtani, akár a bevásárlásban, akár más ügyintézésben, amire most nem javallott nekik ezeket megtenni. Mert hogy nekik most nagyon fontos, hogy betartsák ezeket az óvintézkedéseket, azért, hogy megóvják magukat, és nyilván a környezetüket, a családjukat is. Ezen kívül a minden igazából, ami általában bárkire igaz, rájuk is igaz, fontos, hogy ők is próbáljanak meg azért valamilyen egyszerű testmozgást végezni otthon, illetve hogy szellemileg is tornáztassák magukat, ne izolálják el magukat, hanem keressék ők is a társas támaszt, és még egyszer a legfontosabb, hogy keressenek és fogadjanak el segítséget másoktól. Ez az egész helyzet, ami most kialakult, mindenkiben nagyon különböző érzelmeket vált ki, és ez teljesen rendben van. Ez egy bizonytalan helyzet, amiben azt érezzük, hogy kiszolgáltatva vagyunk a legtöbben. Sokszor elteljük a tehetetlenség érzését, és a mindennapjaink is felborulnak, és erre mindenki másként reagál. Sokan elbagatelizálják, sokan pont ellenkezőleg túlszorongják, de hogy mind a két véglet rendben van, mert hogy mindenki más és más és másként tud megküzdeni egy-egy ilyen helyzettel. Viszont azért szerencsére vannak olyan módszerek, és aktívan tudunk azért tenni, hogy ezt a feszültséget tudjuk magunkban csökkenteni. Az első ilyen általános érvényű módszer, vagy technika, vagy gondolati javaslat az, hogy próbáljuk meg azokra a dolgokra figyelni, amiket úgy érzünk, hogy tudunk kontrollálni, tudunk irányítani. Mert hogyha arra fókuszálunk folyamatosan, hogy mi az, amit nem tudunk, akkor nyilvánvalóan ez fogja a szorongásunkat fokozni, ami egy ilyen ördögi kört fog beindítani. Viszont, hogyha végig gondoljuk, hogy mi az, amit tudunk befolyásolni, akkor sokkal nyugodtabbak és kevésbé szorongóak tudunk lenni. Például azt, hogy a járvány megjelent itt is nálunk, ezt nem tudjuk befolyásolni, viszont azt, hogy ez hogyan terjed tovább, ebben igenis felelősségünk van mindannyiunknak, mert hogy ez egy közös harc most, amiben mindannyian részt veszünk. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy mindannyian átéljük azt, hogy rengeteg negatív információ, negatív inger ér minket ezzel kapcsolatban, amik nagyon ijesztőek, nagyon feszültségkeltőek. És ilyen veszélyhelyzetekben az emberek úgy működnek, hogy még inkább érzékenyek ezekre a negatív információkra, de keressük is ezeket, mert hogy keressük a kapaszkodót pont azért, hogy találjunk valamilyen kontrollt. Érdemes éppen ezért azokat az elérhetőségeket, azokat a tájékoztató oldalakat keresnünk, amik megbízhatóak, és szűrni azt, hogy mi az, mit és mikor olvasunk. Tehát például végig gondolni azt, hogy mondjuk reggel és este adunk magunknak időt erre, hogy ezeket a megbízható oldalakat, például a WHO-nak az oldalát olvassuk, vagy más megbízható forrásokból tájékozódjunk, de hogy ne egész nap ez pörögjön az életünkben, mert az még inkább felborítja a mentális egészségünket. Aztán ezen kívül mi az, amit még tehetünk? Egy másik nagyon fontos szempont, hogy és szerencsére ezt én azt tapasztalom, hogy ez automatikusan el is indult az emberekben, hogy keressük a társas támaszt, keressük egymás támogatását. Ez nyilvánvalóan azért is fontos, hogy tudjunk segíteni egymásnak, mert hogy, ahogy az előbb is említettem, ez egy közös harc. Másrészt ez arra is nagyon jó, hogy azokat az érzelmeket, azokat a nehéz érzéseket és gondolatainkat, amik bennünk megfogalmazódnak, át tudjuk beszélni, ki tudjuk adni magunkból. Hogyha nincs mindig arra lehetőségünk, hogy ezt másokkal megbeszéljük, erre egy nagyon jó módszer például, hogy adunk magunknak napi 10-20 perc panaszidőt. Lehet, hogy furcsán hangzik, és azt gondolnánk, hogy ez csak fokozza a szorongásunkat, de hogy ez pont arról szól, hogy kontrolláltan tudjuk megélni ezeket az érzéseket, és nem éjszaka például jutnak eszünkbe ezek az érzések, gondolatok, hanem akkor, amikor mi szeretnénk, és hogy ennek mégiscsak van tere, és erre van idő. Emellett, illetve ezzel együtt, ezzel összhangban szintén nagyon fontos, hogy ne felejtsünk el gondoskodni magunkról, ne engedjük el azokat a pozitív érzéseket, élményeket, amelyek feltöltenek, amelyek kikapcsolódást jelentenek, és ez mindenkinek más és más lehet. Valakinek ez a sportolás, amit akár otthon is lehet végezni, valakinek egy jó könyv olvasása. A lényeg, hogy
hogy mindenkinek legyen olyan, ami egy kicsit kikapcsolja és feltölti. Illetve nyilvánvalóan ebben az időszakban sajnos a káros szokásaink is felerősödhetnek, ezekre is érdemes figyelni, hogy ne ezekre helyezzük a hangsúlyt, hanem azokra, amik inkább az egészségünk megőrzését jelentik. És végül, ami azt gondolom talán a legfontosabb az egészben, az az, hogy próbáljuk átkeretezni azokat a negatív, sokszor talán irracionális gondolatainkat, amik nem hagynak minket nyugodtan gondolkozni és racionálisan gondolkozni. Ezzel azt értem, hogy nyilván nem arra van szükség és nem elvárható senkitől, hogy mindig pozitív legyen, és mindig csak az előnyét, illetve egy pozitív jövőképet lásson, de hogy nagyon sokat tud segíteni az, hogyha ezek mellett a sok negatív érzés és inger mellett tudatosan figyelünk arra, hogy mi az, amire szükségünk van, és mi az, ami jó érzéssel töltött el például egy-egy nap, illetve hogy ennek az egésznek milyen pozitív hozadéka lehet számunkra. Mert hogy lehet, hogy most még nem úgy tűnik, de nagyon fontos, hogy minden krízisben ott van a fejlődési lehetőség, minden krízis egy lehetőség arra, hogy miután felállunk belőle, utána többek leszünk, és valamilyen módon tudunk fejlődni, akár saját magunkkal kapcsolatban, akár egymással kapcsolataink viszonylatában. Elindult nagyon sok fórumon már egy segítségnyújtás, nagyon sok önkéntes program indul, és hogy ez mind egy olyan jelentéstartalommal bír, ami azt mutatja, hogy azért így többre vagyunk képesek, amikor krízisben vagyunk, mint általában.